Csácsó, mit csinált ezt a csokoládos traktor? Hello, 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 mi a helyzet van, gyerekek? Figyelj, izé vagyok, éhes vagyok, szomjas vagyok, állandóan ebbe a játékba. A mai napot nagyon-nagyon durván meg kellene nyomni, mert rengeteg dolgunk van, ez mi az, hogy izé? Lila lett ez a valami. Na, gyorsan. A napot meg kell nyomnunk, viszont oda nézi, már van itt ilyen ajtó, és éjszaka nagyon kell építkezni, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon sürgő dolgaink vannak, izgulok. Jaj, de, basszus. Most tényleg, izgulok. Itt mit akartam csinálni? Vasat olvasztok, minek? Ennek? Jó, oké, álljunk le. Viszont elhasználom az összes clayt, az nem lesz jó. Nézzük át a cuccainkat, mert itt már megint, mi van? Tényleg, álljál le. Ami kell nekünk, kellhet nekünk, az legyen itt. Ami így. Ami nem kell, az hat pakoljam ki. Ez marad. Gomblestone, ez marad. Az ágyat le kéne raknom, mert rá fogok cseszni. Ez az egy darab fát. Leszkrepeljük tényleg. Az a baj, ilyenekkel is úgy megy az idő, gyerek. Úgy megy, hogy ezt el nem tudjátok képzelni. Várj, azt lerakom. Lerakom valahova gyorsan, aztán majd építkezünk ám tovább, csak egyelőre most ennyi. Ja, úgy megy az idő, hogy ezt ti nem tudjátok elképzelni. És ez engem annyira zavar, hogy elcsesszük az időt mindenre. Itt a kaja. Kicsit rendezzük el a dolgokat. Ezt is le kéne pakolni. Azokat... ja, meg kell egy izét csinálnom. Tábortüzet. Itt vannak ezek. Ez most akkor ne legyen nálam. Kellene alapanyagot gyűjteni. Mondtátok, hogy a kést azt hagyjam, mert semmi értelme nincs. Ennek nem kell, hogy itt legyen nálam, ezek meg legyenek itt, oké? Egyelőre ennyi a szituáció, kell gyűjtenem, éjszaka nem fogunk itt építkezni, mert minek? Itt ezt át fogom alakítani, rájöttem, mert hiába zárom be magam, hogyha nem tudok kilőni, úgyhogy ide ablakokat fogok csinálni, úgyhogy rá tudjak lőni gyakorlatilag a lejövő emberek, ha jönnek. Jó, viszont tényleg ne tököljünk, várj, vizet kellene innom. Oké, várjatok, nincs üres üvegem valahol, mert akkor lehet megtölteni, azt lenne murky water, van egy csomó. Ezt is miatt francnak vigyem el magam, itt van az üres üveg, ezt az egyet elviszem, meg ott is volt egy üres üvegem. Akkor ne ugyanazt a szlopot használják. Jó, még ígyunk. És akkor megyünk alapanyagot gyűjteni, lehet, hogy kéne ásni is egyébként. Azt nem tudom, azt vágjátok el, hogy a sivatagba itt szar izét ácsni, ugye? Várjatok, nekem lehet, hogy kelleni fog vas. Mondtátok, hogy itt van vas, meg itt van kő. Meg kéne tisztítanom ezt a környéket. A kinti munkákat el kellene végeznem mindenképpen a sötétedés előtt. Mert különben hatalmas nagy gondol lesz. Úgyhogy a kinti munkákat sötétedés előtt kellene elvégezni, oké? Sötétedés után már csak bent. Oké, ez így lesz, jó? Itt egy kicsit rendet rakunk. Meg fogjátok látni, hogy miért. Oké, azt elhagyjuk, azt majd kiütjük mással, mert ugye ez rengeteg staminát teszik. Tényleg most az van, hogy most nagyon kell koncentrálni, mert utolsó nap. És holnap reggel már jött, holnap ilyenkor már támadtok. Szóval van körülbelül... talán... ha jó 40 percem kint, meg ugye egy 40 percemben talán. Na, itt akkor ez egész jó. Azért nem futok, mert sporulok a staminával, kellene nekem még fa, meg egy csomó minden kellene egyébként. Jó, ebben van 91, tök jó. Fák a helyére, ide tesszük, mert ez mindjárt kelleni fog. Azért nem futok, hogy a stamina töltődjön fel, mindig csak annyit futsunk, hogy épp vagy. Éhesek vagyunk, gyerekek, dobjál be már egy kaját. Ja, meg kaját is kéne szereznem még ma. Még ma kéne kaját is szervózni. Mert lehet, hogy nem lesz elég a kajám egy egész napra. Nem kéne megdögleni, ugye? Lehet, hogy veszünk, lehet, hogy elmegyek venni. Bár ott olyan ramagy kaják vannak, inkább gyűjteni kellene, tojás kellene, meg hús, aztán ez a tojásos hús, vagy mi ez, vagy sonkás tojás, ez tök jó kaja. Oké? Tényleg azokat nézem, amit itt szét kell verni ilyen nagyobb szemszámmal. Füvet azt meg, hogy ilyeneket kiszedem majd mással. Oké. Okay. Itt van egy valami. Ez fém? Ja, mondtatok, hogy ez vas.
De ezt ha jól tudom, akkor a föld alatt is folytatódik. Tehát, hogyha itt folyamatosan ásnék, akkor valószínűleg, hogy egy ilyen eret találnék. De nem akarok, most el akarom tüntetni. Meg fogjátok látni, hogy miért, oké? Ezt így majd mindjárt meglátjátok. Legyen itt egy plac. Meg a fém kell, ugye fel kell upgrade-elnem az ablakokat, de azt már tudom éjszaka is. Az a lényeg, a kinti munkák legyenek meg. A kinti munkák. És lehet, hogy tök más a hangom, mert kezdek izgulni. Mert nem tudom elképzelni, hogy tizenakárhány ember itt rohangál, akkor mi lesz abból. A szabályokat már most is mondom el, de holnap kin lesz egy videó, vagyis szombaton kin lesz még egy videó mindenképp, hogy mik a szabályok. Nem tudom, meg tudom-e oldani, hogy claim blokkot ne lehessen használni. Lehet-e olyan beállítást találni? Azt írjátok meg, ha igen. Ha lehet, akkor tilos lesz. Szóval banolni fogom azt az embert, aki használ. Mármint úgy lehet használni, hogy valahol messze, de itt nem. Oké? Okay? Ne az legyen, hogy itt valaki beklémel itt ezt a... És akkor másik nem tud ásni igazából. Csak annyi hátránya lenne, értitek, hogy és valaki ide rerak egy claimet, és akkor ő tud ásni, más meg nem, akkor ne elítsétek egymás dolgát. Erre gondoltam, oké? Okay? Jó van, gyerekek, mindjárt. A vasszerszalmak nagyon zabálják ugye a staminánkat, erre ugye lehetne rakni. És nem lenne ilyen gond. Jó, alakulunk. Pillanat, jó. Csinálom csak. Mennyire? 6 óra 15, annyira nincs rossz idő. Csak nem szabad elcseszni, mert nem szabad félváról venni, mert akkor meg baj lesz. Ugye ez nem eszik... Ez nem eszik annyi staminát ez a balta. És ilyeneket szépen ki lehet együttéssel ezzel is. De még akár ököllel is ki tudnád ütni, ugye. Ó, figyelted! Mi volt benne? Pedig azt már meg is néztük, csak gondolom nem vettem fel ezelőtt. Kicsit rendet rak a kiítor itt, egy bizonyos helyen. Az jó, hogy sík ez a rész, azt tetszik. Ja, majd mindjárt lehet, hogy túl leszünk terhelve, mert minden szart összeszedünk. És ez meg fát ad, két fát. Ó, azt nem is rossz. Clayt kellene ásnom. Bár rettenetesen kevés van, bár lehet, hogy van valahol, de nem biztos, hogy van egyébként. Előfordulhat, hogy nincs. Mert ott lent is kell majd építkezni, úgyhogy ahhoz is kellene. És azt ugye éjszaka nem igen fogok tudni, úgyhogy clay ásást is kellene. Kellene mivelni. Jó, hogy nincs zombi, de nem akarom elkiabálni se. Egyébként remélem, hogy a hang jobb lett. Mármint a maga játék hang, nem tudom mennyire jó, de remélem, hogy jobb lett egyébként. Jó. Én meg ugye itt fogom majd megcsinálni a bejáratomat. Gyerekek, és akkor indult a buli. Indul a buli. Várj, azt bezártam egyáltalán? Ezt bezártam. Jó, ez be van zárva. Ahogy akarjátok, kinyitjátok, nincsen szarra upgrade-elve, tehát nem fém, úgyhogy csak fa. Úgyhogy nem ez vele gond. Jó, gyerekek. Ne legyen annyira egyszerű. Nem storage, be lesz, mindig összekeverem. Ennek nincs egy gyors billentyűje, hogy tudjam egyből fölvenni.
Megyem elő előre a gyerekek. Sajnos a Clay az nem jön. Pedig a Clay az kéne. A Clay az nincs üzénél. Boltba. Tudom, hogy másra is költhetnék, de majd megcsinálok 1 millió küldetést, úgyhogy lesz majd pénz, meg minden. Feledékeiteket eltüntetem, látod, micsoda köcsög a képen? Oké. Okay. És ugye egyébként ez a zombik ellen is tök jó lesz. Nem csak a... Még én is félek a közelébe, ezek akkorát is tudnak sevezni egyébként. De ugye elég könnyen szétverhetők, meg elég könnyen tökre mennek, szóval annyira nem lesz nehéz szerintem azért. Nem kell beszarni, nem kell beszarni gyerekek. Kipről azért a kedvessége, kedves dolgokat rak, ugye? Kedves dolgokat rak, kipről. Várjál? Nagyon kedves vagyok, ugye? Imádtam. Szerintem nagyon szerettek engem. Komolyan mondom. Biztos vagyok benne, hogy... Nagyon-nagyon kedveltek. Peak. Nem lesz kicsit köcsökség? Olyan mondom, már majdnem sajnállak benneteket, de azért annyira nem. Mennyi van még? 25. Elnézést. Kicsit a kipper. Köhög. Reméljük nem koronások vagyunk. Szóval vasárnap nem kapjátok el tőlem talán. Mi a szar? Hú, te Jézus Isten! Hallod, ebből látszik, hogy a Creeper mennyire parázik, nem? Jézus Creeper, ugye vagy? Mi vagy Creeper? Igazából megpróbálom elvenni a kedveteket. Mondhatjuk úgyis, ugye? Mondhatjuk így? Nem mondhatjuk. Ugye engem, nekem ugye elvenni a kedvem ezt lehet, nem? Nem tudom, ti hogy álltok ezzel, vagy ehhez? De én valahogy rúj elleném, hogyha egy ilyen karócsapdás akármi akar lenni itt. De jó, kacok. Akkor. Van itt még 3, azt lehet, hogy te leszel a párom. Az így cuki. Cuki lett gyerekek szerintem. Na, itt van egy ilyen karó. Nagyon így sűni. Nagyon sűni lett. Kellene nekem Clay. Ugye az a gond, hogy a Clay az nagyon jó, hogy jönne olyan helyen, ahol nem ilyen biom van. Csak az a vagy bajom, vagy micsoda, csak az a baj, rohadt messze van. De rohadt messze van, még nincs is olyan. Úgyhogy megyünk ásni. Oké? Okay? Kell sok Clay. Úgyhogy ásási lesz. Meg közben, hogyha olyan van, akkor favágási. Ja, meg kajaszerzési. Úgyhogy kéne kaja, kéne állat. Kéne valami állat, gyerekek. Valami döglött állat lenne a tányéra. Az lenne. Csak hol van? Döglött állat. Evoká, figyelj. Meghúta magát. Azt nem vágom, hogy miért nem használom az nyilat. Vagy líjat. Ahelyett, hogy mindig azt csinálom, hogy elcseszem a lőszeremet. Meg is jegyeztetek, hogy ne nagyon cseszd el annyira a lőszert, mert baj lesz belőle. Ma ide is jó lenne tojást találnom, ugye? Igen, itt elég szarul jön ugye a szomjúság, azt is olcsuk. Elég szarul jön a Clay. Itt. Elvileg erdős helyen, ott nem jön homok, hanem csak Clay. Úgyhogy ez sokkal jobb lenne.
Csak csináljuk közben, nem? Okay. 109-et azért tudok csinálni ilyet. Jó, nyomjuk, nyomjuk. És a clay kellene. Mert kő az annyi van, mint a sár. Úgyhogy akkor azt csinálom. Hát nem tudom egyébként, hogy hogy fogtok betámadni. Én nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy, hogy ki mire gondol, hogy hogy fog támadni. Én... pont Ferike mondta, hogy az a baj, hogy én nyitott könyv vagyok. Nyitott könyv vagyok számotokra, és én meg nem tudom, hogy ti hogy támadtok. Úgyhogy teljesen mindegy, hogy én beszélek arról, hogy most hogy támadnál én a helyetekbe. Mert igazából úgy is gondoltok, amit akartok, láttok mindent, ugye tényleg szó szerint nyitott könyv vagyok. Én lehet, hogy úgy csinálnám, nem, én úgy csinálnám, hogy a fegyvert, ugye a ganos helyről, ládából, azt lehet, hogy úgy venném ki, hogy alulról ásnék be. Ott ugye nem olyan messze már vége a dobnak, és alulról be lehetne ásni. És ki lehetne venni a fegyvert ugye a ládából. Csak úgy kell felásni, hogy ugye ne üst ki azt a blokkot, azt a fa blokkot, mert akkor leesik a láda, akkor tönkre megy. Hanem úgy kellene ugye, hogy felásol, és akkor kinyitod a ládát. És akkor ugye megszerezeznéd ugye a gánt, hogy én nem is látom, hogy hogy megszerezted, nem is tudok róla. Mármint a pisztolyt, meg a molotov koktélt, meg a többit. Utána kapásból onnan esetleg még támadni is tudnál, mert ugye mit tudom én, azt felhajtod a csapóhajtod, vagy kinyitod, vagy kivered, és akkor onnan a fedezékből meg tudnál lőni esetleg. Már kapásból ugye a pisztolyjal. Ja, szerintem lehetne egy érdekes dolgokat csinálni. Ugye javításhoz is kellene alapanyag. Bandi meg azt hangsúlyozza mindig, hogy legyen nálam alapanyag javításhoz, mert hogyha mondjuk egy blokk ugye elkezd tönkre menni, akkor azzal tudok valamit esetleg kezdeni. De viszont el kéne mennem kajáért is, lehetek mennyi, hogy milyenem van. Mondjuk tudok még csinálni. 200, jó van, csináljuk. Kő az van bőven. Igen, ebből csak 17-et tudok, ugye... 18-at. Ugye 10 kell egyhez, úgyhogy akkor itt számoljunk. Jó, nyomom neki. Egyébként még ezen kívül... Ugye van itt érem, csak hát ez most át van lakítva ilyen alakúra. De... és van még betonom is. Van még betonom is 10 darab, úgyhogy ezekből még tudok gazdálkodni, meg a ládákat majd átnézem. Csak tényleg a nappalt nem akarom elcseszni olyan ilyenre, hogy most ilyen ládákat nézelődjek. Ja, meg éjszaka meg kell csinálni azt a helyet is, ugye, ami a tábla, ahol a táblát fel fogom rakni, a feliratot, amit ugye be kell írni majd a chatbe. Bandival egyébként ma kipróbáltuk multit, hogy hogy van, meg miként van. Már most itt elmondom, de majd a... Már majd csinálok egy külön videót is, hogy Keeper the Tank lesz a szerver neve. Ennyi, jó? Oké? Okay. Semmi extra, ennyi. Szerintem lehet, hogy publikon is hagytam. Nem, jó. De, de nem. Ja, ezért ezt teljesen a listában fogjátok megtalálni. És ugye akkor annyi lesz a neve, hogy Keeper the Tank. És a jelszó azt majd meg fogom adni a videóban, majd kitaláljuk, jó? Hogy legyen jelszó, hogy ne tévedjenek be olyan emberek, akik ilyen furandomok, tudod. Ennek sok értelme nem lenne, nem ennyi van még. Ugye 37-et tudok ebből csinálni. Még tudok csinálni. Mennyit? 123, akkor 12-t még tudok csinálni. Azért így alakul, így alakul. Egy alakul, meg még ugye van is, nekem 35-öm. Viszont éjszaka meg akarom csinálni a belső tért, ugye, teljesen ilyen blokkból. Ez milyen blokk egyébként? Cobblestone, ez cobblestone? Ezt így mondják, hogy cobblestone, vagy cobblestone? Cobble, nem? Úgyhogy oda kelleni fog nekem. Meg ugye kéne hagyni javításod is. Ugye azért áskálunk, bocs, hogy ilyen résznek is kell lennie, vagy ilyen résznek is muszáj lennie. Vagy ugye, hogyha följebb húzom a képességeimet, meg a szerszámok, meg minden jobbak lesznek, akkor gyorsabban fogunk haladni ilyen ásással is. Ennyi, már csináld ma.
Egyébként hagytam én, ott nem olyan messze van, ugye az a... Elmegyünk vadászni, meg még akkor elmegyünk, ott van a kilátó. Ott elvileg hagytam én a ládába fent cuccokat, ugye? Ezt például jó lenne megcsinálni. Jó, ugye ez egész kis baba, lett. Jó, hogy azért fel kéne upgrade-elni a jövőket is. Ezt meg kéne javítanom. Gyerekeknek megakadtunk. Azokat ugye fel kéne upgrade-elni. 40 vasat viszont, mennyi vasunk van? Valamennyi. Oké, és akkor ennyi a max, ugye, és akkor így lett áramelőes. És ugye majd meg kell csinálnom, hogy lakkolom őket is. Jó, most ezzel nem foglalkozok, mert ugye amit beszéltük, nem sok lőszerem van, az a durva. Ugye, az nagy probléma. Úgyhogy sörétes terültetjük még mindig. Hol a bringám? Ja, csak ő. Most ezeket a cuccokat magammal vigyem. Igazából biciklivel megyek, nem lesz van. Elmegyünk, jó? Mert felmegyünk oda a torony, kilátóban, mintha hagytam volna dolgokat. Meg ha közben látunk élőlényt, állatot, ugye akkor, úgyis, azt le kell hentelni, mert kaják sincsen, az nagy baj. Vandi egyébként mondta, hogy ne nagyon biciklizek víz alatt, mert ő neki babag volt és kiesett a jövő grafikából. Úgyhogy, várjál, hogy ilyen fészkeket is meg kéne nézni most akármennyire is mond, mert... Kellene tojás. Ugye tényleg most nem a izére megyek. Nem a toll érdekel, hanem most inkább a tojás. Jó, itt megyek át, mert itt már... Ott a tyúk! Nem mondod, elütötte, vagy mi volt? Hol volt ütt? Hol volt ütt az a tyúk? És mi vagy Keeper? Komoly... Ez mi történt az atyukkal? Hogy rohadjál meg? Ja, úgyhogy átviszem azt a bringát. Ja, meg mondtátok, hogy a bringa inventóriát miért nem használom? Egyébként egy dolog miatt nem használom, azt hülyellem benne, hogy akkor nem tudod berakni a bringát az inventoriba. Tehát nem tudod elrakni, hanem... Csak annyit tudsz csinálni, hogy akkor biciklizel vele. Persze az is egy jó dolog. De lehet, hogy gyalog megyek, mert akkor látok valami élőlényt, le tudom szedni, jó? Francokat nem izélj, nem tudok. Vagy nem biciklizek. Meg amúgy is jól utolni, mert mindig oda nézzél. 40 darab tejé, ne vicceljé. Ez nagyon megérte. Megyünk, úgy megyünk végig, jó? És kell a kaja, meg kell a lúd, gyerekek. Állatot, ha láttok, szóljatok, vagy nem tudom, jó lenne, ha észrevenném. Ezelőtt is belenéztem a videóba, pont ilyen állatokat kerestem, és tök elmentem mellettük. Itt a seregély fönne. Nem jössz nekem, gyerek? Sörétes terültetjük még mindig, mert ugye az... Ebben nincs tojás. Ezek, amit illét keresnék... Minek nevezik azt? Tollat, akkor biztos tojást találnék mindenütt. Vannak itt fák, ott a tyuke! Jó, mert ez biztos eltaláltam volna. Jó, a tyukot majd megnézzük, ezt fejbe lövöldözöm. Írja az Attila, hogy kösd fel a 10. napra a gatyárát. Föl van körve, hallod olyan szinten. Lekuporodott a tík. Na, megyek is rá. Írta valaki, hogy Baltával is ugyanannyi jön ki belőle. Hát én nagyon remélem, hogy jó beszélté. Amint, hogy ezzel is tudok bontani. Na, már is van kajám. Ugye azzal is fel kell készülnem. Én nem tudok futkozni. Meg nem haltok meg állandóan, mert ugye én elvesztem az XP-vet, meg mindenemet. Ugye a támadók azok nem gond, ha meghalnak, mert... Itt tudom én... Föl kell a hálóságnak, azt támadhat újra, tudod. Ezzel kéne lőnöm, mert
Lehet, hogy nem fogja megölni egyből, de nekem. Ezért nem akartam elhasználni. Jó, csomó hús, 17 hús. Ez mit csinál itt? Megölte a zombit, Dick. Figyelted? Megtöltjük itt a... Megtöltjük itt a üzeiket, a vizes üvegünket is. Egyébként ezt úgy megnézném, hogy kicsapkodnám a üzeit. Leborítsuk ezt, hallod? Lejövünk gyerekek, leborítjuk. Tudom, már megint a hülyeség megy, de úgy bírnám. Figyelj, bele, ez van. Tök jó. Mondanatom. De mondjuk sokat nem érne mindenhol. Ki van üzeibe verve már. Vajon, menjünk üzeibe. Komolyra fordítva a szót. Csak ne lesz szakadjak bazze, mert most meg itt megdöglök, akkor megőrülök, az biztos. Ezt tudjuk, hogy gyerekek. Itt a szívromot kapok, hogy itt olyan elbaszottul lehet feljutni. Majd visszafele visszaszedjük a frémeket, most akkor fölösleges mindig utána visszavenni, tudod? Úgyis jövünk vissza. Istennek se akarja odaadni. Ja, majd visszafele visszaszedjük 5 darabba, hát akkor még lehet, hogy kör majd. Nem hiszem, nem rakta oda a frémet, bazzek. Rányomtam a jobb gombbal és nem rakta oda. És már ugrottam, és most meg eltörtem a lábam. Nem hiszed el, hallod, meg még megint ide ugrabugrálhatok idő végig. Nem hiszed el. Nem hiszed el, hogy eltörted a lábad, és kitör, bazzek. Hogy lehet ilyen hülye? Hogy lehet ilyen hülye? Így. És most törött lábbal és 8 perc. Jó, nem olyan sok. De hogy csak ennyi, mert kicsit estem? Jó, mindegy, egy a fene, nem érdekel. Szomorú vagyok. Szomorú szamuráj, komolyan szomorú vagyok, esküszöm. A rossz sem nem ette meg, hallod. Istennek nem lehet felugrani rá. Gyerekek, komolyan mondom, megőrülök. Olyan hülye vagyok néha. De tényleg, nyomtam a frame-et, hogy jobb gomb, és már ugrottam, és nem volt jó. 74 darab HP-n van, hát most meg folyamatosan ugye haldoklok emiatt a szar miatt. És ennek meg marhára tudok boldog lenni. Ugye minden egyes ugrásnál HP-t vesztesz. Pont akkor, amikor ugrálni kell, akkor van ez a HP-vesztéses hülyeség. Meg ugye sprintelsz, jó, 8 percig tart, szóval nem olyan veszélyes, de azért a tököm ki van vele. Jó, ne nyögjél gyerek, oda né, ott is azért. Na mennyi van még? Ó, már föl is értük. Itt az, amikor kiütöttem maga valami, az mondtam az igazi? Ja, túl vagyunk erre, azt látom, eleve. Na! Oké. Nem itt mentünk be. Megnézzük, mi a szitu, oké? Gyerekek, pillantás. Vagy valami értelmeset hagytam el itt. Ó, na látod? Beton. Erről beszéltünk, gyerekek. Itt tele van jó cucca. Ez vaporre való, ez engem annyira nem érdekel. Motor. Igazából minden jöhetne, mi? Mi az, amit nem tudsz? Spring? Csontozom, mi nem érdekel szerintem. Jó, egyelőre akkor így. Oké? Okay? Nem hagytam kaját. 10 darab fal, ne vicceljél. Visszük. Le kéne szakítani, hogy tök megnézném, hogy milyen, amikor leszakad. De miért még mindig 7 percig van ez a szar? Nem tudok csinálni? Klotból kellene, ugye? Ugye nagyon túl vagyunk terhelve most, szarom le. Muszáj. Nincs olyan, ami nem annyira érdekel engem, várjál. Makkot hagyjál már a makkal. Hús van bőven. Ez izé, mit ad? Dirt. Vagyha more damage, vagyha dirt. De hát ez sima, ugye nem jó az. Várjál, hogy kell ezt izé modolni? Hogy kell modolni? Húzzuk már bele, hol volt?
biztos jó. Hát a semminél jobb gondolom, úgyhogy jó. Ja, van, volt itt vas, meg minden kutyaszar, ez... Ez meg izé, armor mód. Ezek le vannak amortizálódva, figyeled? És nem engedi belevetni ebbe. Na jó, menjünk, az, megint elcsúszom az időt, ez mi volt? Mi a mag? Megint elcsúszom az időt, menjünk a francba, le akarom szakítani ezt, hallod? Kíváncsi lennék, milyen az, amikor leszetek. Hallod, rám szakad, akkor meg egy nagy jó buli lesz, mi? Ott a róka koma, bazze, de el fog tűnni, amire odaérek. Még ha eltalálnád, ugye? Úgy kell hallod, na ezeket ürűen le van. Hát fel 2 HP, nem sok. Az meg... Csak a távolság. Csukok. Én ezt egyébként úgy le akarom dönteni. Le fogom dönteni. Tudom, hogy ezzel csak szóval az időt. 10 óra van, hallod? For fun. Ő, bazdmeg, most megint beleestem majdnem. Meg csúnyát is mondtam, azt mondtam, hogy... Tudod mit. Mert ez elvileg fa. Hát ezt én úgy le tudnám dönteni, mint a szar. Jó vagyunk. Csak egyszer estünk le. Na ma megint 8 percig van az a izé. Miért 8 percig? Mi? Újra kezdődik ez mindig, hogyha izé? Ó, te hallod, ez le... nem tesz jót nekem, hogy itt ugrálok szerintem. Jó, elcsúszom. Egyébként mindenhol vannak ilyen épületek, tök jó. De innen meg már szerintem le tudok ugrani, azért próbálom. Jó, mindig 8 perc. Szerintem ez újra kezdődik. Be kéne kötnem, ugye? Na várjatok, hogy a ez? Te hallod, el se fogok tudni futni. Ha megint a creeper a hülyeséged van. Te hallod ez? A nyakamba szakad, megőrülünk. Ú, te fiú, hallod? Te már most parál. De legalább lesz funky, de lett. Tudok fát szeretni. Jó van. Sorba vegyünk, hallod, tesó. Egyébként szerintem ezeket a nagy oszlopokat elég lenne kiütnem. De hallod, hova futok én, hogyha itt leszakad gyerekek, megőrülünk, meghalunk, befutok abba az épületbe, jó? Nick? Ez érdekes lesz. Kipörnek rombolnia kell, érted? Nem ám kibírja. Középső... Jaj, de félek, hallod? Nem ám a középső, meg bebújjak ebbe az épületbe, haza el leszek benne. Jó, de félek. Mi volt ez? Valami durran, valami potyogott. De összefosom magam, hogyha ez rám akarod. Nem tudsz akarni? Ajaj, nem jó olyan vagyok. Itt kifutok majd. Ott a tyúke! Bazza, ez meg jön, kéri a pofon. Már szorogjunk oda a tyúkért. Nem akarok futni, mert újra kezdődik az a szar fájás. A fájásaim újra kezdődnek. Hopp! Jó van, oké. Okay. Na, sorba. Elvileg már csak itt van néhány. Hallod, ez leszakad, bazze? Ez brutális lesz, érdem már most. Te fiú, ne szórakozzál. Mi volt ez már? Megint így durrognak a dolgok, hallod? Szakadozik-e? Szakadozik a internet. Jézus Mária. Most komolyan az a kettő fogja? Meg ugye ezek a vékony pózták, várj, ebben a hordóban mi? Tehát ez purul szét? De mi van? Semmi, ennyi volt. A gyerekek, ez kibírja? Ajaj! Jimore!
Jaj, a parabolán, tenedik! Fölcsögnek ám a dolgok? Ne! Ne csináld! Itt az egy demo... Adjál neki segít! Hűha! Hűha! Mi fogja? A betyár! Gyerekek, ez össze... Ne! Ne! Sikító zombi! Tík, ez egy sikító zombi volt. Ez meg egy összedőlt épület. Mi? Passzol. Hát de nézzél, Maria. Hol a bicikli? Nem van? Ja, jó, oké, elraktam. Na, mi van össze? Ki bazd be? Ez a sikító zombi hívta ezeket? Valószínű, mi? Na, mi van? Ezt nem mondom, a hóna alatt átlőttem. Ja, ezt összeburítottuk. Tök jó. Ott egy sikító zombi, Dick! Mi a franc? Miért nem lő pontosan az újabban? Na, végre. Mi a francit csinálok? Elszoktam én ettől a dologtól. De ott egy sikító zombi van volt, láttad? Ezt meg időben láthatatlanban előttem. Jó! Jó vagyunk! Szuper! Leborítottuk ezt a kecót. Nem tudom mi értelme volt, de élveztem. Úgyhogy nem tudom mit kéne. Ja, még kaját kellene szerezni. Még 2 percig fajlábunk. Tojás kell, ilyesmi kell. Jó volt! Élveztem! Bocs, egy srác kell függni erre. És tök jó, szétborult az egész kecó. Hogy oblik le hallod? A fejemre majdnem ráesett. Tök jó volt. De várj, ezt meg kéne javítani. Ja, meg lett egy csomó szajrénkám, tesó, még izé, még cementünk is, úgyhogy ebből tudnék 5 darab izét csinálni, ugye? Még izét, tíz kell hozzá, ja, tök jó. Viszont azzal fel is tudok upgrade-elni, és mondtátok, hogy upgrade-eljek, ne csináljak, hanem upgrade-eljek, mindig a legalacsonyabbat csináljam, vagy pedig esetleg magasabbat, és ez tök jó nekem. Mert ugye akkor kapok érte egy csomó XP-t, úgyhogy ezt megfogadom azt a tanácsotokat, köszönöm szépen. Igen, és tudom, hogy ilyenkor jönni fog majd a keselyű, mert én ezt nem szeretik, hogy járművel vagyok. Mondtátok, hogy azért jönnek általában. Úgyhogy erre is figyeljünk. Megküldjük egy kicsit a bringát. 2 percig rosszul vagyunk. Már innen látni a bázisunkat, ott látod? 2 épület között. Hello baby, szervasz! A baj van, az a gyerek. Éreztem, hogy baj van. Sőt, hallottam, hogy baj van. Kutya hangot is hallottam, Dick, valahol. Eskü. Eskü, hallottam a kutyának a fogyítását, te. Sütyörög a kutya. Nyúl, minden futkodik, csak ott nem, ahol én nekem kellene. Ehesek is vagyunk. Itt meg át kell menni megint a fajó, ne szemszeredi a gépőr. Leugrassuk itt, figyelj.
Shubidubi! Sebződött? Sebződött? Take. Take all right! Na és ugye ezt nem tudnám megcsinálni, hogyha lenne benne valami szajré. És azért nem nagyon rakok be a szajrét, de muszáj van. Hallod? Nagyon-nagyon lassan úszik, mi a szar? Ennyire baj van a... te hallod, ez nagyon lassan úszik. Ajaj! Elvérítse meg, tesó, menjünk gyorsabban. Ki fogunk kapni megint a kommentelőktől, hogy megint a hülyeség megy ahelyett, hogy... Ahelyett, hogy tudod mi van? Ahelyett, hogy csinálnánk valami hasznosat. Jó, menjünk, megyünk. Fáj a lábad, tudom, fáj, hadd fájjon, bazi. Örül neki, fáj, akkor nincs addig baj. Megnézem ezt. Egyébként ezekben a szemetekben tök jó dolgokat lootolsz néha. Hatalmas, ott megakadt, mi van benne? Van a rugó is. Ezt megscrapeljük. Ó, oda nézzé! Tök jó, van mindenhol loot. Szereti a Keeper. Murky Water, ott rohadjál meg szerintem. Hoppá, de viszont... És ezt meg megköltjük, tudod. Beszéltük. Az. Ezt ki is veszem, nehogy megígyam. Mert képes vagyok rá. Ó, 19-es szintű lettem, nem tudom mitől. Darab még nem is volt olyan sok XP-m. Úgyhogy nem is tudom, mire rakjak. Már megint az lesz, hogy nem tudom, most gyorsan osztom. Jó, addig feltöltötték ezt, ami nem ilyesmi. Hú, gyerekek, mire kéne? Úgyhogy, jaj, de ezt nem tudom. Olyan kellene, amelyiknek magas például az alapképessége, tudod? Erő, az intelligencia az jó magasra van. Ezt mit csinál? Looter. Nem érdekel. Advanced Engineering, nem tudom. Grid Monkey az mi? Biciklit tudok craftolni. Itt tudnék gyrokopetát craftolni. Robotik. És gondolom, ehhez biztos, hogy kell az asztal. Ez is például nekem nagyon tetszik. Csak itt az alapképességét kellene feltolni. Itt a load. Gyorsabb izé, több dolgot kapok. Ugye. Erre. Tudok, hát, jó. Hallgatok rátok, gyerekek, mert figyelj, még egy pontot. És még harmad. Egy a fene! Hallgattam rátok. És így most full nem vagyunk, 11-el vagyunk túlterhelődve. Lett plusz 6 slotom. Azért hallgatok rátok, mert nagyon sokszor írtátok, hogy jó lenne már, hogyha arra raknék, mert annyira idegesítő, hogy mindig túl vagyok terelve, így is még túl leszek, de most már annyira nem. De ugye 3 pontot adott egy darab skill pontért, tehát, hogy 3 inventory helyet, most ugye akkor 6-tal több inventory helyünk van, ami azért talán jó lesz. Ja, menjünk. Oké, végre megszűnt a problémája a lábának, a csávónak, nincs se törve, végre lehet ugrálni meg mindent. Be is nézhetnék ide, nem? Mennyi izém van? Ez mi a szar? Erre nem jöttem rá, várja. Figyeljük. Legyen bővek kaja, utálom, hogy nincs kaja. Lutolunk, kimádok lutolni, mert mindig jöhet valami jó, mert ezt nem annyira. Jó, azt a föl se engedi verni, annyira nyugtalankodott. Ja, ez mi? Ez elvileg...
Ez valami izé, nyomólap. De mire jó? Ez hogy néz ki? Ezzel valamit tudok így aktiválni? Nem tudom. De hogyha sok pénzbe kerül, akkor eladom. Úgyhogy megnézzük, hogy mit lehetne venni még, ami a bázisomhoz így érdekes lenne. Betont mondtátok, hogy kár volt bennem, de én nem érzem, hogy kár lett volna egyébként. Megmondom őszintén, egyáltalán nem érzem. Mert az azért eléggé megnövelte a védelmünket. Mi van tesó? Mi van? Mit van eladó? Mutasd először a spéci dolgokat. Magnum Enforcer. Jó. Ennyire ilyesek vagyunk, bazza, nem is vettem észre. De meg volt kajám, nem? Volna kajám? Mondod, én annyira vak vagyok néha. Mindenképp tojással érdemes megcsinálni a húst, azután csak úgy fogok csinálni, mert sokkal többet ad. Na. Néztem, hogy mi van. Fegyver mód nagyon érdekelne egy távcső, csak az szerintem nem lesz. Nézzük, végignézek mindent, bocsász. Ez komolyan egy ilyen hűtő? És ez miért jó nekem, hogyha ilyet megveszek? Hogy ilyen hülyeségeket miért kellene megvenni? Lopik van, lopik. Hát ilyen lőszer se vedd el rossz egyébként. Na, meggondoljuk, jó? Meggondoljuk. Tudom, hogy nem sok minden, ma várjátok, majd mindjárt megnézzük, mit tudok eladni. Ilyen lőszer az nem ártanám. Van ilyen izé, cobblestone rockunk. $400 120 dolcsiba kerül, de hát nehogy ma ne vegyük meg, bazza. Itt is van 1000 darab. 1000 darab, az 300-ba kerülne. Hallod? Ezt érdemes megvenni, mert azért nem olyan egyszerű legyártani. Jó, hát ezt én tudom, hogy egyszerű, csak sokat kell érte kubikolni. Na figyelj, inkább adjunk el dolgokat, nézzük át, mert például ez nekem nagyon nem kell. Motor nem kell, tényleg eladok dolgokat, jó? Nézzük. Egyébként sörétlőszer mennyi? Mert igazából abból meg annyi van, mint a sár, de lehet, hogy ugye később nem lesz. Viszont ezt most eladom, ezért utálni fogtok, mert tudom, hogy ezt csak lootolni lehet. Motor, oké. Olaj, eladom. Mechanical parts. Jó, eladom, nem érdekes most. Aloét. Hagyjuk. Spring. Hagyjuk ezt. Eladjuk. Ezt. Eladjuk. Acél. Maradjon, és akkor veszek én még ilyet. Ez a darab gyerekek 300-ba kerül, hallod? Ez nekem nagyon, nagyon kell. Jó. Ez iszonyat sok. Ez borzalmasan sok. Ugye 1000 darab. Abból kijön 100 darab blokk. 100 darab blokk jön ki belőle. Jó, gyerekek, szerintem ennyi volt. És ugye, scope az nincsen. Silencer. Mi a szarnak, nem? Mi a szarnak silencer? Kijelölek. Jó, mondjuk, hogyha ilyen lopogodó stílus csinálna, ugye? Jó, gyerekek, egyelőre, oké? Okay. Húzunk. Csinálunk kaját. Nem, még kint kellene dolgozni, ugye? Kint kellene dolgozni. Jó, egész jó haladunk. Ó, ezt a gyomólapot akartam megnézni, mennyibe kerül? 99. Ezt eladom a francba, hallod? És akkor még esetleg nézzünk még valamit. És utána, hogyha itt legyünk, a tizedik nap elment, akkor valószínűleg küldetéseket fogok csinálni. Oké? Okay. Ezt adjuk el. 99. Bicikli? Mennyire kerül, barátom? Nem veszel a biciklit? Nem kell?
ez viszony, iszonyat drága, úgyhogy betont azt nem veszek. Jó, nem is veszek semmit elég egyelőre, majd gyűjtögetünk, jó? Veszünk különböző szupi dolgokat. Jó, itt még elmegyek gyalog, hát ha látok madárfészket, akármi, úgyis mindjárt otthon vagyunk. Sokan arra írjátok már meg a tippeket, hogy mennyire tippeltek, hogy meddig fogom bírni. Sokan egyébként írjátok, hogy 20 perc, aztán nekem vége. Hát ugye azért még van egy... majdnem... hány órám? Ugye van még estig, meg utána meg van egy egész hajnali négyig, szóval még egész sok idő van, több mint olyan 16 órám van, talán 16. Úgyhogy azért még tudok. Tudok alakulni. Jó van, Sanyika, nyugi. Jó, oké. Olyan hang van néha, mint hogyha be akarnának támadni. Szomjasak vagyunk, minden bajunk van. Lehet egyébként belül fogok dolgozni. Én úgy gondolom, hogy kívül most már annyira nem fogok tudni mit csinálni. Belterre kellene megcsinálnunk. Úgyhogy lehet, hogy neki is fogok állni. Figyelj, van clay-em, van minden. Ebből még ugye tudok csinálni. De szerintem elég is a cobblestone. Ilyenban nincsen gond. Hát valahogy be kéne jutnom. Ugye gondoljátok, hogyha így bejutok én, akkor majd bejutnak az emberek is. De nem fognak tudni, mivel maximum fölmászhatnak ugye ide fölülre. De hát az nekik nem biztos, hogy olyan jó lesz. Jó, gyerekek. Okay, ezeket felupgrade-elem, jó? Ugye maxira. Jó van, Sanyika, mindjárt játszunk, jó? Mondtátok, hogy beteg sok XP-t ad, és valóban. Ez az upgrade-elés, ez nem hülyeség, hogy a legszarabb blokkot csinálod meg. Ugye érdemes, akkor megcsinálom majd a blokkból, amit megépítek, és akkor azt tudom egyre följebb mindig. Oda nézzél, mennyit ad, hallod? Tényleg brutálisan húzza. Ez, mint hogyha megöltem volna most körülbelül... 10 zombit. Még ezeket az oblakokat így felupgrade-elem. Mert ugye 2880-at tartunk, már 3100. 3300. Hát 4300, hogy ezt felupgrade-eltem. Hoppá, ezt is felengedi, de ez lehet, hogy acélra, úgyhogy ezt el is vagy te. Elvittem az 5 darab acélomat, jó? Ez hülyeség volt. Figyelni kell, az acél ne legyen nálad, mert elviszi mindenre. Egyébként ide is kellene egy ajtó, csak szerintem ide most már nem fogok tudni, ugye? Na, hogyha oda bejutnak, akkor lesz a baj. Szerintem nem fogok tudni. Nem fogok tudni oda rakni? Mármint arra gondolok. Szerintem nem fogja oda rakni. Akkor ez elég rácsaszés, nem? Akkor ez rácsaszés. Sanyika, ne nyikogja! Akkor rácsaszés, mert ezt így nem tudom megoldani. Akkor mindenképp úgy valami olyasmit kell csinálnom, hogy ez nagyobb védett legyen az a helyiség, hogyha lejutnak. Jó, oké. Okay. Jó van, gyerekek. Valószínűleg itt benn fogok dolgozni. Lehet, hogy elszortírozzuk a dolgokat, és akkor fölkészülünk arra, hogy be fognak engem támadni. Úgy érzem, alapanyagom van elég. Kicsit fanoltunk is, hülyéskedtünk is. Oké. Okay. Ugye ide följövök. Innen tudok szeregetni. Jó van, Sanyika, nyugi. Jó. Szerintem jó. Nagyon-nagyon várom már, mikor támadni fogtok. Eszünk, kiszunk. Mindent megcsinálunk. Lehet, hogy a következő rész az már egy darabba fog lenni. Tehát akármennyire is hosszú, hát 14 óra 30 valamennyi van, hajnal 4-ig akkor egy részt felveszünk, és akkor vasárnap délután 3, oké? Okay? Ne feledjétek el, vasárnap délután 3, nyitva lesz a szerver, kipördötek néven, a jelszó az még publikálva lesz, bárhol itt a csatornán meg fogjátok látni, és akkor jöhettek támadni, max slotos szerverrel fogunk menni, tehát azt hiszem 16-an, tehát 15 darab támadó játékos lehet, ami borzalmasan sok, és lehet, hogy iszonyatosan nehéz, ez nem biztos, hogy annyian lesznek, lehet, hogy csak páran lesznek, de szerintem azért néhányan készültök rá. Írjátok meg, hogy
Léci a komment szekcióba, hogy hányan akartok jönni, mármint, hogy írja oda, aki úgy tervezi, hogy jön, és rá is ér vasárnap délután 3-kor, és tényleg akar jönni, támadni, akkor írja oda, Léci, hogy igen, én menni fogok valószínűleg. Jó? Oké, na, köszönöm szépen a figyelmet. Csácsomi csörtészta!